Üdvözlök mindenkit, Robert vagyok. Ebben a videóban a K2 című játék Broadpeak című kiegészítőjének az egyszemélyes végigjátszását fogom bemutatni. Mielőtt viszont hozzákezdenénk, kérlek kapcsoljátok be a videónak linkon feliratot, mely a játék során elkövetett hibákat tartalmazza. Nos, a játék elő lett készítve, ahogy azt az előkészületek során láthattátok, nagyon gyorsan elő lehet készíteni a játékot, már csak azért is, mert nagyon kevés alkatrésszel dolgozik, van egy főtáblánk, egy pici játékos tábla, minden játékosnak egy pakli kártya, de most csak egy főnél nekem, a időjárás lapkák, meg néhány jelölő, ennyi az egész. Na most, még mielőtt hozzákezdünk, van egy pár dolog, amit ugye meg kell tenni, majd ez a rizikótokeneket, tehát ilyen kockázattokeneket kell majd húznunk, valamint a kezdő lapokat ugye a kezünkbe. Ennél a játéknál én nem terveztem itt a játék elején egy kis szabályösszefoglalót, azért sem, mert szerintem ez az a játék, amit mondhatni, játszva lehet megtanulni. Ugyanis segítségül fogom most hívni a alapjátéknak a K2-nek a szabály füzetét, és ennek a hátoldalán van egy nagyon-nagyon jó kis összefoglaló, hogy egy kör milyen fázisokból áll, és azokat milyen sorrendben hogyan kell végrehajtani. Na most én ezeken fogok mindig végigmenni, pontosabban így ezen a kis összesítőn, és folyamatosan fogom nektek mondani, hogy mit, hogy csinálok, és mindig az adott fázisnál el fogom mondani a hozzá kapcsolódó szabályokat. Tehát ténylegesen így játszva megtanuljuk, majd mindig kitérek az adott dolgokra. És fogjátok látni, hogy jó eséllyel szerintem az első kör után mindent fogtok látni, pontosabban minden fontos szabályt fogtok ismerni, és akkor úgy már tudunk majd szépen játszani. Azt említettem, ha jól emlékszem, bár nem vagyok benne biztos, én ezzel a játékkal nem szoktam egyedül játszani, ez nagy kedvencünk, viszont azért döntöttem a bemutatója mellett, mert ténylegesen én nagyon szeretem a játékot, egyébként egy nagyon jó játék, és megláttam szintén, hát már volt erre példa, ugye ott volt a Fuse című játék, megláttam egy embernek a listáján, aki szereti egyfős módban, tehát szóló módban játszani ezt a játékot, gondoltam, kipróbálom, ezzel is nekem akkor ezáltal lehetőséget ad, hogy bemutassam nektek a játékot. Na, akkor én szerintem kezdhetjük is, bár még egy valamit akartam nektek mutatni, egy érdekes dolgot, méghozzá itt a szabály füzetben, a Broadpeak-nek a szabály füzetében, mindig ezeket félreteszem, van egy érdekes rész, ugyanis ennek a pályának bizony történelmi aspektusa is van. Azt írja, most a neveket lehet, hogy rosszul fogom majd mondani, elnézést érte, hogy 1984-ben egy úgynevezett Krisztof Wielicki volt az első a történelemben, aki meghódította ezt a 8000 méteres csúcsot, méghozzá úgynevezett alpesi stílusban. Azt írja, hogy sátor nélkül mindösszesen egy könnyű csomaggal hagyta el a tábort, és 21,5 óra alatt feljutott, pontosabban nem is csak feljutott, hanem, hogy írja, 21,5 óra volt, amíg fel meg lejött, tehát ténylegesen megtette ugye ezt a utat, hogy felmenjen meg lejöjjön. Na most a Race to the Top, tehát ez a mondjuk úgy csúcstámadás, ez a szenárió, amit most játszunk, tehát ez a csúcstámadás szenárió ennek a teljesítménynek a tiszteletére született, és a táblán szereplő útvonal alapját Wielicki mászása szolgáltatta. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, nekem ez nagyon megtetszett, amikor ezt így elolvastam, hogy ilyen dolgokkal tényleg így színesítették a játékot, és ilyen dolgokra odafigyeltek, de hát említettem nektek, hogy maga a készítő is ugye mászó. Na, hát ezzel a tudattal, hogy mi most egy olyan útvonalon fogunk, még ha csak egy táblán is végig menni, ahol annak idején egy ember, azért ez tényleg érdekes. Na nézzük is akkor, hogy néz ki a játék. Mindenek előtt azt mondja, hogy ugye itt vannak a kis emberkéink a alaptáborban. Na most azt tudni kell, hogy ez a sáv, ez csak arra van, hogy a győzelmi pontjainkat számoljuk. Ugyanis, mindjárt megmutatom nektek közelebbről, vannak olyan mezők, ahol
ezeket a kis zászlócskákat látjátok, és ott rajta van, hogy mennyi pontot érnek. Bármikor, amikor valamelyik mászónk eléri ezt a pontot, tehát az ilyen zászlós pontokat, akkor a megfelelő kis bábuval, egyébként mindjárt mutatom, fel kell lépnünk az adott szintre. Azért kell egyébként itt jelezni, mert majd lesznek olyan körülmények, ami miatt esetleg vissza kell jönnünk, tehát oda megyünk, meg visszajövünk, és akkor nyilván nem az számít, ahol utoljára vagyunk, hanem ha egyszer már felértünk a negyedikre, akkor azt utána mindig jelöljük. Tehát ő mindig azt mutatja, hogy mi volt a legmagasabb pont, amit elértünk. Feltéve, hogy a játék végéig életben maradunk, mert ha meghalunk, akkor bizony elveszítjük a pontjainkat. Na most, egyébként, már is mutatom nektek, két mászunk van. Hát az egyik ilyen kis sima, a másik pedig ilyen kis recés. Egyébként a Board Game Arena-n lehet játszani digitálisan is a játékot, tehát interneten, és azt hiszem ott úgy hívják, hogy ő rece. A simára nem emlékszem, lehet, hogy csak simának hívják, de azt tudom, hogy őt recének hívják, úgyhogy lehet, hogy mi is recének fogjuk most hívni. Tehát itt kezdünk az alaptáborban. Jó, na most azt mondja, hogy ami nagyon fontos, bár igazából itt most egyfős játék esetében ez nem fog olyan nagy problémát okozni, ha megnézitek, minden egyes résznél, ugye itt meg van húzva két, pontosabban három határ, ugye a 6000 méteres határ, ugye így egészen itt ez alatt van, erre vonatkozik, hogy két fő esetén minden egyes mezőn két fő állhat, tehát ezeken. Ha hárman játszanánk, akkor három emberke, tehát három mászó. Fontos, hogy nem azt jelenti, hogy hány játékosnak az emberkéi, hanem konkrétan ez egy mászó, ez még egy mászó. Tehát, hogyha hárman lennénk, akkor ha ez a kettő itt állna, még egy ilyen kis bábú itt lehetne, több nem. És nyilván ez annak függvényében változik, hogy mennyien játsszák a játékot. Ezáltal egy picit azért úgymond nehezíti a játékot, hogyha többen játszotok, mert azért ott már kerülgetni kell egymást. De erre majd úgyis visszatérünk, amikor átbeszéljük magát a játékot. Azt lehet látni, hogy 7 és 6000 méter között még mindig kettő, viszont ott már három főnél is csökken. 8 és 7000 között viszont már két főnél is egy. Ugye ez egy érdekes, hogy itt már azért itt nem lehet olyat csinálni, hogy mind a két mászom egy helyen legyen, tehát ez már szabálytalan. De erre majd mindjárt még mesélek. Hát 8000 felett még nyilván minden játékos számnál csak egyetlen egy mászó lehet. Jó, na, ahogy említettem is, első dolgunk ilyen kis rizikó tokeneket húzni, ebből most hármat kell mindig. Tehát az a lényeg, hogy legyen mindig három itt előttünk. Így, most 2-0 meg egy 1-es. Egyébként a rizikó tokenek azok 0, 1 és 2-es értékben vannak. Ha jól emlékszem, 4 darab 0-ás van, 5 darab 2-es, az összes többi 1-es. De mindjárt visszatérek, hogy ennek mi a jelentősége. Valamint 6 kártyát kell húznunk kezünkbe, majd itt lesz, ami a kezünkben van, és akkor ide fogom mindig eldobni, amit használunk. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Már mondjuk nem kevertem meg, nem tudom, keverjük meg, az a biztos. Nehogy itt az legyen, hogy véletlenül úgy hagyjuk a paklit, hogy nekünk olyan jó legyen. Jó, megkevertük. Szóval akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na így legalább most minden kártyából jött egy típus. El is mondanám akkor, hogy milyen kártyák vannak. Egyébként ez a kártyaválasztás fázis, tehát most kéne nekünk a 6 kártyából, ami a kezünkben van, titokban, tehát amikor, ha többen játszottok, ezt mindig titokban kell, 3 kártyát választani. Már is mutatom, hogy milyen kártyák vannak. Na most, van nekünk a sima mozgáskártya. Hát elnézést, most ugye ott a zöldet kiszűri a kamera. Nem is tudom, ide rakom, és akkor egy picit talán jobban látjátok. Ott ez a mozgáskártya, ott van egy ilyen bakancstalp. Pontosabban két bakancstalp, meg egy szám. Na most a szám jelöli azt, hogy mennyi mozgáspontot kapunk a kártyáért, meg egy szép illusztrációt kapunk a kártyán. Tehát ez csak sima mozgáspontot ad.
Na most van nekünk egy speciális mozgáskártya, ami igazából kötélkártyának hívjuk. Ez azért kötélkártya, mert más érték van felfele, meg más érték van lefele. Ha felfele megyünk, akkor nyilván a baloldali értéket kell nézni, ha lefele, akkor a jobb oldalit. Itt általában, sőt minden esetben a jobb oldali több, mert hogy ugye kötelen, hirtelen lefele jönni, hogyha kötél segítségével megyünk lefele, az sokkal gyorsabb, mint hogyha felfele másznánk, úgyhogy több utat tudunk megtenni. Jó. És van még egy kártyánk, ez pedig a akklimatizációs kártya, ez kék, és ilyen kis tüdő van ott abban a kis körben, nem tudom, az mennyire látszik. Na most ez a kártya, ez úgy fog működni, hogy ha egy ilyen akklimatizációs kártyát játszunk ki, akkor mindig meg kell határozni, hogy melyik mászóra játsszuk ki az akklimatizációs kártyánkat, és az a mászó ugye megkapja azt az akklimatizációs pontot, méghozzá itt a kis táblánkon, ugye ezzel a két jelölővel jelöljük majd az egyik és a másik mászónak is az akklimatizációs pontjait. Ha egyet kapunk, akkor egyet, ha többet kapunk, akkor nyilván többet. Az a szabály egyébként, hogy majd úgyis el fogom mondani, tehát 6-nál a kör elején soha nem lehet több. De erre majd visszatérünk. Az viszont nagyon fontos, hogy ne menjen egy alá, mert ha egy alá megy az akklimatizáció, akkor meghalunk. Na most a kártyaválasztás fázisban vagyunk, ugye jelenleg, úgyhogy most ki kéne választanom nekem három kártyát, amivel menni kéne, és nagyon fontos, hogy úgy kell kiválasztanom kártyát, hogy mindenképpen húznom kell hozzá egy rizikó tokent, tehát ilyen kockázat tokent. Ez több személyes játéknál úgy működik, hogy mindenki választ magának kártyát, most például kiválasztom magamnak így ezt, az fontos, mutatom, hogy például most egy mit választok ki, ugye 3-1, és fontos, hogy amikor kártyaválasztás fázisban vagyunk, mindig a baloldali érték fontos itt, hogy mennyit megyünk felfele. Tehát ezt azért mondom, mert ez egy kulcsfontosságú lépés itt, hogy amikor kötélkártyát használunk, mindig a baloldali érték számít, és a lényeg az, hogy aki a legtöbbet megy a adott körben, tehát jelen esetben, hogy én 3, meg 1, meg 1, az összesen 5, és mondjuk én lennék az, aki a legtöbbet megy, annak a játékosnak választania kell a 3 rizikótokenből egyet. Hát nyilván most nem olyan nehéz, mert akkor kiveszi a nullát, de valamikor nincs nulla, hanem 1-1-2, vagy 2-2-2, ugyanis a rizikótoken az azt jelenti, hogy az a játékos, aki a legtöbbet megy, ő kockáztat, tehát nagyon gyorsan megy, ezáltal kockázatot vállal, és a kockázat bizony büntetéssel jár, és a büntetést le kell vonnia a kártya értékeiből, vagy az akklimatizációs pontokból, amikkel már rendelkezik valamelyik mászója. Na most a kártyák felhasználásánál az a nagyon fontos, hogy egy kártyát csak egy mászóra lehet használni, tehát olyat nem lehet, hogy ez egy 3 pontos, 2 pontot kap az egyik, meg egyet a másik. Tehát egy kártya mindig csak egy mászóra lehet, viszont azt megtehetjük, hogy ez a kártya a sima, ez a kártya a rece, ez megint sima, tehát ilyeneket lehet. És nekünk kell eldönteni, hogyha ugye büntetést kaptunk, hogy honnan vonjuk le a büntetést. Lehet akár az akklimatizációs kártyából is levonni, lehet a mozgáspontunkból levonni, és mint említettem, lehet egy olyan mászónak az akklimatizációs pontjából levonni, akire költöttünk kártyát. Tehát nagyon fontos, hogyha én mind a 3 kártyát most simára adom, és feljövök nem tudom én meddig, akkor recéből nem vonhatom le azt az egyet, ha azt húzom ki, mert recére nem adtam kártyát. Úgyhogy ez fontos. Na most akkor én gyorsan választok akkor egy kártyát, vagyis 3-at. Én szerintem ezt még meghagyom. Na nézzük. Ugye a mozgáspontokkal az a lényeg, hogy lehet, hogy most ezeket fogom választani, ezt a 3-1-est, hogy minden egyes pontért tudunk mozogni. Na most a mozgás az attól függ, hogy milyen mezőre akarunk lépni. A mezők, az, hogy mennyi értékkel tudunk a mezőre lépni, az itt látható a jobb, hát itt a jobb felső
részébe itt a körnek. Tehát ez a mező például kettő mozgáspontba kerül, hogy oda lépjünk. És még egy kicsit ráközelítek, hogy lássátok, hogy a mezők között úgy lehet lépni, ahol ilyen kötér, ilyen karabüreres kötér van a mezők között. Tehát például három ponttal én most azt mondhatom, hogy 1-2-3, vagy 1-2-3. Tehát fontos, hogy csak a kötelet tudom követni, tehát e között a két mező között nincs átjárás, mint hogy itt sincs átjárás, mindig csak a kötelek, ahol össze vannak kötve a mezők, ott tudunk menni. És ha például én most itt állnék, akkor hárommal csak idáig tudnék jönni, mert ugye ide két mozgáspont belépni. És akkor így kell szépen összeadogatni. De fontos, hogy választanunk kell most magunknak, ugye itt vannak a büntetés, a rizikó tokenek. Úgyhogy én lehet, hogy most kiveszek majd egy egyest, és akkor ezt fogjuk felhasználni. És én akkor azt mondom, hogy itt vagyunk az alaptáborban, hogy egyet megyünk a simával, meg egyet megyünk recével, és ezt az egyet pedig elhasználjuk a büntetésre. Így. Na, ennyi volt. Még egy fontos dolog van, amit fontos tudni, hogy van lehetőségünk majd, hát az alapjátékban egyébként van sátor, most nekünk nincs sátor, viszont helyette van egy ilyen kis tokenecske, hát ez ilyen hóüreg, vagy hóbarlang, amit tudunk ásni a hóban. Ugye emlékeztek a sztorira, hogy az illető sátor nélkül indult el, és nyilván, hogyha mondjuk olyan időjárásba ment be, akkor ami nagyon rossz volt, erre majd mindjárt visszatérünk még az időjárásra, de akkor képesek vagyunk majd ilyen kis, hát hókuckó, nevezzük hókuckónak, vagy ilyen üregnek, egy ilyet ásni, és ebbe be tudunk majd menni. Ennek a megépítése, ha szabad így fogalmazni, vagyis hát kiásása, ez úgy működik, hogy 7000 méter alatt bárhova, tehát éppen az aktuális mezőnkre, ha le akarjuk rakni, az egy mozgáspont, 7000 felett pedig két mozgáspontba kerül, és fontos, hogy két napig marad a pályán. Ezt majd fogjátok látni úgyis, amikor majd átbeszéljük. Na most ez volt ugye a maga az akciófázis, tehát minden mászóra adtunk ugye pontot. Most jön az akklimatizációs ellenőrzés, az acclimatization check. Ez úgy fog működni, hogy először meg kell nézni, hogy ahol éppen vagyunk, ott kapunk-e akklimatizációs pontot, vagy nem. Hát mindenütt, ahol ilyen kék, ugyanez a jel van, mint ugye a kártyánkon is, ugye ez az egyes, ott kapunk. Hát annyit, amennyi oda van írva, tehát most ugye a alaptáborban is kapunk egyet, itt is kapunk egyet, úgyhogy itt ez már is felmegy egyet. Lesz olyan, és szerintem már látjátok is, ahol bizony le kell majd vonni. Tehát amikor ezeken a mezőkön leszünk, ott le kell vonni majd az akklimatizációt. Akkor mindig levonjuk. És azért mondom, hogy ott nagyon figyelni kell ám, hogy ne menjünk egy alá, mert akkor meghalunk. És egyébként az a mászó, aki egy ilyen kis hókuckóban van, az fog kapni egyet ebben a akklimatizációs ellenőrzés alatt. Tehát meg kell nézni, hogy éppen van-e egy ilyen kis hókuckó az adott helyen. Egy tokenben, tehát úgymond egy ilyen kis hóüregben csak egy mászó lehet, tehát hogyha másik mászó is be akar oda menni, neki is külön kell egyet majd ásni. És ilyenkor, ha van ott egy ilyen, akkor kap még egyet. Tehát ez azért nagyon fontos. Jó. Na most, hogy megnéztük, hogy a területünkért, ahol éppen vagyunk, tehát azért a helyen mennyi akklimatizációt kapunk, vagy éppen vesztünk, még van egy, ahol veszíthetünk akklimatizációt, ez pedig az időjárás, és meg kell nézni, hogy az első napon, tehát most ugye most van az első nap, jelenleg milyen idő van, hát ezt már is megmutatom, hogy ezt hogy kell értelmezni. Ez úgy lesz majd, láthatjátok, hogy ez az első nap, második nap, harmadik nap, és majd akkor ez lesz a negyedik, ötödik, hatodik. Tehát hat napot látunk majd mindig előre. A jelölő, amit most elvettem, mindig az aktuális napon lesz, tehát ami erre a napra vonatkozik, és az, hogy milyen időjárás van, az attól is függ, hogy hol van ez az időjárás. Itt például lehet látni, ugye azt a kis vastag csíkot látjátok, hogy 7000 és 8000 között. Magyarán ebben a sávban
7 és 8000 között jelenleg a mozgás sokkal nehezebb, mert hogy valószínűleg ott esik a hó. Ami azt jelenti, amikor a mozgás nehezebb, hogy minden egyes mezőre plusz egy mozgáspontot kell. Tehát mezőnként plusz egy. Ez nagyon fontos, ez egy nagyon-nagyon komoly büntetés. De nem tudom, emlékeztek-e, hogy mi most a téli időjárás lapkákat használjuk, csak hogy még izgalmasabb legyen. Hát meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni. Na, úgyhogy ez a nap ez így működik. Jelenleg emiatt nekünk nem kell akklimatizációt levonni. A következő nap az már brutálisabb lesz, mert hogy egészen, ugye, hát az egész hegy olyan hideg lesz, lehet látni, hogy 6000 alatt is, hogy egy akklimatizációt bizony le kell vonnunk majd, ezt nem fogjuk megúszni, de cserébe azt látható, hogy a következő napon 7 és 8000 között lesz megint, és ott kettő akklimatizációt buknánk, ha ott lennénk, de nyilván addig nem fogunk oda felérni, majd látjátok. Na, ezt most vissza is teszem. Tehát az a fontos, hogy úgy kell majd a kártyáinkat mindig választani, hogy mindig nézzük, hogy hova tudunk esetleg elérni, és folyamatosan nézni kell, hogy milyen az időjárás. És rá kell majd készülnünk egy-egy, hát ilyen választónak a meglépésére, mert lehet, hogy lenne rá kártyánk, hogy mondjuk átlépjünk itt egy mondjuk a 6000-es határt, de lehet, hogy nem akarjuk majd átlépni, mert éppen olyan lesz az időjárás. Például azt mondja, hogy a negyedik napnál, hogyha megnézitek, 6000-től egy akklimatizációt bukunk. Úgyhogy lehet, hogy nem akarunk majd oda menni. Meglátjuk. Na, ez volt az akklimatizációs csekk. Miután ez megvan, ha bármelyik, tehát itt a akklimatizációs csekknek a végén, az ellenőrzés végén, bármelyik mászónak az akklimatizációs pontja több lenne, mint 6, akkor az visszakerül 6-ra, tehát fontos, hogy mindig 6 lehet a max, amikor kezdünk, ugye ezt említettem, és ha az ellenőrzésnek a végén 1 alatt vagyunk, az a mászó meghal. Úgyhogy erre itt az a rész, az a lényeg, hogy az ellenőrzésnek a végén legalább 1 legyen. Na most, hogy ezzel megvagyunk, most kéne a kezdő játékos jelölőt az óramutató járása szerint továbbadni, mert egyébként ott nagyon fontos, amikor többen játszhatok, hogy ki fog kezdeni, mert nyilván aki kezd, ő tud hamarabb elfoglalni bizonyos mezőket, és azért látjátok, hogy itt fontos az, hogy nyilván ki megy, mert utána blokkoljátok egymást, de erről majd mesélünk, most ez a játék nem erről szól, itt csak szépen számolgatni kell és figyelni az időjárást. Na most, azt mondja, hogy megyünk a következő napra, és azt jelenti, hogy húzni kell még egy kis jelölőt, megint egy egyes, az jó, és 3 lapot kell húznunk. 1, 2, 3. Jó. Hát ugye most lesz az, amikor mindenki fog majd bukni. Azt nézem, hogy merre a könnyebb, mert ugye itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ez több. 2, 4, 6, ja nem, az is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akkor végül is teljesen mindegy, hogy merre megyünk. Nyilván itt attól is függ, hogy ezt mondja, lehet kivesszük ezt, meg, akkor egy ilyet. Meg én szerintem majd úgyis ezt fogom kivenni, ezt az egyest. Azért veszem ki az egyest, mert a nullákat majd a csúcstámadásra szeretném tartogatni, hogy ott ne kavarjanak be itt nekem a rizikó tokenek. Itt még az elején bevállalok, úgyis most fel kéne tornáznunk egyébként 6-ra a akklimatizációnkat. Úgyhogy azon gondolkodom, hogy ezzel egyet-egyet tudunk menni. Vagy egyikkel egyet, kettőt. Igen. Hát legyen így. Akkor ez a 1-2, 1-2. Ezt az egyest akkor erre elköltjük. Vagy akár azt is meg tudjuk csinálni, hogy majd egy kettesből fogjuk levonni. Végül is teljesen mindegy. Mindjárt meglátjuk. Simával megyünk egyet, kettőt, ez biztos. És azt mondja, hogy lehet, hogy egyért
Lerakunk egy ilyet, csak hogy lássátok, hogy ez hogyan működik. Lerakok ide egy ilyet. És akkor ez pedig megy kettőt. Egy, kettő. Vagyis nem is kettőt, mert hogy akkor ebből kell levonnunk ezt, akkor ő pedig recet csak megy egyet. És akkor levontuk ezt az egyet, ugye, mert kettőt megy, ugye ez kötél, előrefele csak kettő tud menni, innen egy, egyet levontunk, és akkor így megvan mindenki. Na most, azt mondja, hogy ezzel vége van a harmadik napnak, pontosan nincs vége, hanem a akciófázisnak van vége, tehát választottunk kártyát, végrehajtottuk, és akkor most jön az akklimatizációs ellenőrzés. Mind a kettő kap egyet-egyet, kapunk egyet-egyet. Na most a sima, ő ugye most jelenleg ilyen kis hóüregben van, úgyhogy ő mindenképp kap még egyet. Ő kap még egyet. És akkor most kell levonni, hogyha valami egyéb hatás van, például a, ugye itt, hogy mindenki egyet ugye csökken, mert az egész hegyen most ugye mínusz egy, és ennyi volt, hogy az akklimatizációs ellenőrzésnek vége, most megyünk a következő napra, ilyenkor ez a token, ez átfordul, ugye említettem, hogy két napig lesz itt, ha következő napra megyünk, akkor meg le kell venni. Tehát az első nap mindig átfordítjuk. Inkább így néz ki. Ahova tegyem így. Tehát ez az egyik része, ott van benne egy hegymászó, és ez pedig a másik oldal, amikor már így kezd betömődni a kis barlang. Ezt most így kell rakni. Jó. Húzni kell egy újabb rizikótokent. Nagyon jó, még egy egyes. Szeretjük az egyeseket. Jó. És húzunk. Egy, kettő, három. Most az a lényeg, hogy hát 7000 felé ne menjünk. Hát most ez minket nem fog ugye veszélyeztetni, mert még igencsak messze vagyunk a 6000-től is. Viszont érdemes megnézni, hogy a következőnél sem lenne érdemes. Tehát még két napig itt kéne valahol 6000 alatt lennünk, mert ott 6000 felett már azért veszélyes. Jó, hát megpróbáljuk akkor ezt úgy csinálni. Na nézzük. Simával megpróbálunk azért felmenni, amennyire csak lehet. Vagy azt is meg tudjuk csinálni. Hát bár a simával lehet, hogy menni kéne. Lehet akkor... Azt mondja, hogy... 3, 1, 2, majd megint egy egyest kéne kivenni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vagy pedig kiveszünk akkor egy 5-öst. Nem csak hogy kéne ezt. Azzal egy egyest kéne. Hogy ő csak felmegy, és akkor még egy napig ő tudja használni azt a járatot. Ahhoz kell az egyes. Én akkor 1, 2, 3, vagy pedig, hát az a baj, hogy 6-tal, hát de meg tudjuk azt is csinálni, hogy 6-tal 2, 4, 1-jel levonjuk, 1-jel pedig lerakunk ide is egyet, és akkor az úgy 6. Jó, csináljuk ezt. Akkor ezt a 3-at fogom, kiveszem az 1-est, a 1-essel feljöv ide Rece. Jó. 3-assal 1-2, meg még egy 3-assal 3-4, és még mindig van 2, ugye, mert most ezt a két kártyát sima kapta, még maradt 2, az egyiket felhasználjuk erre, a másikkal pedig ide is lerakunk egy ilyen kis hóüreget, ásunk magunknak. Jó. Ezzel megvagyunk. És akkor itt vége az akciófázisnak. Most megint ellenőriznünk kell ugye az akklimatizációnkat. Hát azt mondja, hogy először is azt kell megnézni, hogy az adott területünkön kapunk-e. Hát a Rece mindenképpen kap egyet, valamint mind a két mászunk most ilyen kis üregben van, úgyhogy mind a ketten kapnak még egyet. Levonni nem kell a terület miatt, és a időjárás miatt sem kell levonnunk, mert hogy csak 7000 felett van most nagyon erős
hóesés. Ugye kettőt kellene levonni, de szerencsére most mi nem vagyunk még ott. Bár reméljük feljutunk. Na, oké. Megyünk tovább a következő napra, ami azt jelenti, hogy ez átfordul, ez pedig eltűnik. És amikor átmegyünk a következő lapkára, akkor mindig ide rakhatjuk ezt, tehát már látjuk előre a következő napot is. Hú, és nem biztos, hogy örülünk annak, amit látunk, ami azt illeti. Azt nézem, hogy itt még 6000 alatt kéne lenni, viszont a következőnél meg fel kéne jutnunk 7000 felé, hogy várjunk, csak nem. Még a következőbe pont a 7000 alatt, aztán felmehetünk, utána viszont mindenképpen 7000 felett kéne lenni, hogy ne legyen baj. Csak nem tudom, hogy mennyire lesz elég az aklimatizációnk, na majd meglátjuk. Csak itt érdemes nézni előre, húznunk kell, most ugye egy aklimatizációs, vagy rizikótokent, az már egy kettes, azt nem vagyok benne biztos, hogy nagyon akarjuk, meg a maradék három kártyát. Az fontos, hogyha elfogy a kártya, mert most ugye hármat fogunk választani, és az utolsó napra, ami még ebben a kártya fázisban van, akkor az utolsó három kártyát fogjuk, és utána fogjuk összekeverni az összeset, és akkor újra fogunk majd hat kártyával menni. Na nézzük, 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 mit tudunk ebből kihozni. Azt mondja, hogy. Hát a simával akkor pedig mindenképpen fel kéne jutnunk legalább ide, de az meg négy. Az négy. Az a baj, hogy ez is négy lenne, hogy tudja használni, bár mondjuk ő neki még nem kell használni, akkor ő majd fog kapni. Ha simával feljutunk ide, meg adunk neki még egy pontot, az azt jelenti, hogy az a bajom, semmiképpen nem tudjuk azt megcsinálni, hogy a következő nap meg feljussunk, mert ugye ezek a ennyi lapunk van összesen. Ha esetleg olyat csinálunk, hogy 2, 3, 4, hát most 6000 fölé nem akarunk menni, úgyhogy 3-at kéne mennünk, akkor elég lenne ez a 3, de mindenképpen kellene egyet. Ha már ide jövünk, akkor csak kellene legalább egy, hogy megmaradjunk négyen, de az nem hiszem, hogy jó nekünk, még hogyha egy nullát veszünk is ki. Akkor még mindig jobb, hogyha ide jövünk, vagy is van. Tehát mi most mindenképpen ide kell eljutnunk. 2, 4, 5, 6, 7, vagy pedig 2, 3, 4, 5, 6. Hát itt 6, csak ugye ott számolnunk kell az időjárással. Akarunk-e mi az időjárással így számolni, vagy inkább bevállaljuk? Itt ez a nagy kérdés. Egyébként, ha el tudjuk kerülni ezeket a durva veszteségeket, akkor nem lenne gond. Akkor nem lenne gond. Na, gondoljuk csak végig, hogy lenne jó. Mondjuk van egy aklimatizációs pontunk, tehát éppen tudunk magunknak adni egyet, mert ha lerakunk ide, akkor úgymond megmaradunk a négy, és akkor feljövünk ötre, de azért én azt mondom, hogy ha már elkezdünk feljönni, mindenképpen a hatot meg kéne valahogy össze kéne szednünk ezt a hatot. Össze kéne szedni ezt a hatot. Annyit tudunk csinálni, esetleg, hát most a legkevesebb, hogy tudunk a legkevesebbet költeni. Talán úgy tudjuk a legkevesebbet költeni, hogy várjunk csak, lehet, hogy mégiscsak megcsináljuk. Ha egy nullát meg egy egyest felhasználunk, így, és azt fogjuk mondani, hogy egyet adunk neki, mert azt nézem, hogy utána lesz nekünk 2, 4, 5. 2, 4, 5, 2, 3, 4, ide le tudunk majd rakni egyet, és akkor neki most fel tudjuk vinni 6-ra. Tehát azt akarom, hogy egy aklimatizációt adok a simának,
és akkor itt maradunk, a nullát meg az egyest odadom majd recének, és kiveszem a kettest, és akkor egyet a mozgáspontból fogok, egyet pedig az akklimatizációjából fogok levonni. Vagy akár azt is meg lehet csinálni egyébként, hogy ide ő lerak majd, lerak egy ilyen kis hóüreget, és akkor kettőt levonunk tőle. Egyet úgyis visszakap, aztán ki tudja, lehet, hogyha még ott maradunk, mert egyébként a következő körben ott fogunk maradni, visszakapjuk a másikat, és akkor talán így még jobb. Mert egyébként akkor ugye vissza fogunk kerülni ide, ha pedig levonnánk, akkor nem kap, ja, hát mondjuk ott maradunk akkor is ugyanúgy, mert most ha egyet levonok innen, egyet meg innen, mégis ugyanott vagyunk, akkor mindegy, maradjunk akkor így. Ezt a kettest azért akarom eltüntetni, mert nem vagyok benne biztos, hogy attól félek, hogyha ki fogom venni azokat a nullákat, ha elkezdek húzni ketteseket, azokat a nullákat minél hamarabb, vagy minél később szeretném. Minél később szeretném. Ha meg tudnám azt csinálni egyébként, hogy recével csak ide feljönni, akkor megpróbálnék feljönni, de mivel nem tudok most oda feljönni vele, ez pedig el fog tűnni most. Már mondjuk még egyet adna, de hát négyet nem fogok neki feláldozni, mert most ugye ahhoz, hogy minél hamarabb és minél jobban a csúcsra tudjunk menni, ugye figyelni kell simánál, a sima mászónál most ezekre az idők, vagyis a napokra, hogy hol, milyen időjárás van, és bizony, ezek egy kulcsfontosságú tényleg, hogy a következő körben 7000 alatt legyünk, viszont az utáninál már 7000 felett. És az a baj, hogy akkor lesz újra keverve a pakli, azt se fogjuk tudni, hogy mennyit fogunk tudni menni, tehát amennyire csak lehet, fel kéne majd mennünk vele. És az 2, 3, 4, itt leszünk, és akkor még mindig 4-et kéne menni legalább, hogy ott valamit tudjunk kezdeni. Arról nem is beszél, hogy 7000, hú, várjunk csak, na most nézem csak, hogy, ja nem, még ott is jó 7000 alatt. Akkor még lesz időnk. Csak már 7000 felett, ha le kéne raknunk egy ilyet, vagy egy olyat, az két mozgáspont, az kettő. Úgyhogy ott semmiképp azt a nullákat meg akarom tartani. Vegyük ki ezt a kettest, ahogy terveztük, akkor ezt az egyest én ráadom simára, ezt a nullást ráadjuk recére, ezt az egyest levonjuk innen, meg rece még innen levon egyet. És akkor ezzel meg vagyunk. Végrehajtottuk. Most jön megint az akklimatizációs fázis. A sima, az kap egyet. Rece is kap még egyet. Jó. Mert ugye olyan helyen állunk. Időjárás, 6000 felett senki nincs, úgyhogy amiatt senki nem fog most bűnhődni, senki nem fog szenvedni, és akkor ezzel meg is vagyunk. Jön is a következő nap, ami azt jelenti, hogy ez most innen lekerül. Valamint, most ugye már csak ezeket fogjuk használni, viszont húzni kell, tehát most nem húzunk kártyát, viszont húzni kell egy, ó, 3-0. Na, akkor itt az ideje, hogy így is van a csúcsra törésnek. Összesen 4-0 van, úgyhogy ezt most meg kell, ugye okosan kell majd használnunk. Jó, hát akkor ahogy beszéltük is, nyilván muszáj vagyunk kivenni egyet, akkor ez a nulla, ez most lejön. Kettővel jövünk ide, még kettővel, egy, kettő, ugye 7000 alatt lehet menni. Ha 7000 felett lennénk, akkor most a mozgás nagyon, nagyon nem lenne jó. De a lényeg az, hogy két nap múlva már ne legyünk ebben a sávban, mert ott akkor a mozgáspontunkat nagyon csúnyán elveszi a játék. És akkor egyért én szerintem, hát most vagy felmennék, csak akkor ugye lejönne egy. Igen, most az a kérdés egyébként, hogy ha ide feljövök, hogy inkább kockáztassam, vagy inkább maradjon, mert ha most lerakok ide egy, ha lerakok ide egy ilyen kis hóüreget, ások magunknak egy kis hóüreget, akkor maradunk haton. És annál biztonságosabb lesz, mert ha megnézitek itt 2-2-2-2, tehát ebben itt ezen a részen, ugye a 8000 környékén meg kettőt bukunk, az nagyon sok. És nem is biztos, hogy ki fog jönni jól a kezünkbe a lap, hogy egyáltalán le tudjunk jönni gyorsan. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy ilyet le kéne most ide rakni. Ez a biztos. Amit viszont elfelejtettem,
hogy már elértük a kettes, meg most a hármas zászlót, úgyhogy a sima az már mindenképpen 3 ponttal gazdagabb. Jó. Na ezzel meg is vagyunk. Most jön ugye az akklimatizációs ellenőrzés. Hát a Rece az kap egyet. Mi most buknánk egyet, viszont kapunk is egyet, úgyhogy maradunk 6-on. Az időjárás nekünk most ugye az nem okoz problémát. És akkor ennyi volt, megyünk a következő napra, amikor 8000 felett van probléma, úgyhogy most nyugodtan mehetünk. A lényeg, hogy hát egyébként az igazság, hogy hogy is van 6. Nem, tehát ebben a fázisban fel kell jutni. Ebben a fázisban fel kell jutni. Jó. Na nézzük. Húzunk egyet. Ó, egy kettes az nem jó. Most lehet azért azt a nullást érdemes lenne, majd viszont újra kell kevernünk. Egyetlen egy dolgot el kéne néznem most a szabályban, lehet, hogy gyorsan megnézem, mert abban nem vagyok biztos, hogyha véletlenül nem megyünk fel most 7000 felé, hanem csak ide jövünk, hogy ez a büntetés, ami a következő nap jön, ugye 6 és 7000 között, az azt jelenti, hogy ha innen kezdjük, vagy amelyikre megyünk. Mert nem mindegy, hogy a belépést bünteti, vagy az, hogy honnan indulunk. Mert ha csak a belépést bünteti, akkor az azt jelenti, hogy ott nem kell majd a büntetést kifizetni. Ezt mindjárt megnézzük. Jó, akkor ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, ezt gyorsan megnézem. Na hát megnéztem. Elméletileg minket az nem kéne, hogy zavarjon, mert azt írja a szabály, hogy amikor ilyen van, akkor az adott zónában belépni egy pontra. Tehát entering every space. Mi viszont itt el fogjuk hagyni azt a zónát, úgyhogy én szerintem, bár majd ha véletlenül valaki jobban tudná, vagy esetleg rosszul értelmezem a szabályt, majd írjátok le kommentben, tehát én szerintem innen ki tudunk lépni büntetés nélkül, úgyhogy ideig jó lenne majd feljönni. Na nézzük, mit is tudunk akkor ebből kihozni. Hát az biztos, hogy akkor oda kell nekünk, azt mondja, hogy 2, és lehet, hogy érdemes lenne oda le is rakni egyet, hogy menni kéne, ugye, hogy ne veszítsünk a klimatizációt se. Igen. Az biztos, hogy fel nem érdemes menni. A következőbe, hogy van? Vagy nem, hát hogyha most felmegyek, csak az a baj, akkor nagyon sok lap lesz. Én szerintem itt meg tudunk állni, ha fel tudnánk menni, és oda tudnánk egyébként egy hóüreget lerakni, az azért lenne jó, mert akkor utána a recét is tudnánk felhúzni, már pedig recének is jó lenne, hogyha jönne, mert ugye ott azért a pontok mind a kettőnek számítanak, össze kéne majd adnunk őket. Azt mondja, hogy még egyszer újra lesz ugye keverve. Még egyszer újra lesz keverve. De én szerintem maximum idáig lehet, idáig fel tudok jönni. Innen 2, 3, 5-tel ide tudok rakni egyet, és akkor 2 körig ott el tudnék lenni. Ott igazából ezen végig, ha megnézzük, az összes az jó idő lesz. Tehát 7000 felett nem kell aggódnunk. Sőt, 6000 alatt is, tehát úgymond recét is fel kéne. Hát igen, most kéne az, hogy mondjuk az igazság, hogy ez lenne a tökéletes a mászásra. Ha ez lett volna az utolsó, az jó lenne, úgyhogy most attól félek, hogy az utolsó napok azok csúnyák lesznek. Ez egy tökéletes lett volna nekünk a csúcsra töréshez, hogyha nem most jön ki. Viszont így annyit tudunk csinálni, hogy legalább ideig fel kéne jönni majd a simával, recével meg akkor 6000-ig.
és akkor utána majd megpróbáljuk az utolsó körben recét valahogy felhozni, a simát pedig oda fel. Na, akkor mi kell ehhez? Ez a kettő, hogy ezek biztos, hogy kellenek. Akkor most gondolkodom, hogy akkor megint a egy nullát már kivettünk, akkor még egy nullát én kimerek venni. Azt mondja, hogy 1-2, 1-2, és én szerintem ide lerakunk egyet. Még egy ilyet. Így. Jó. Akkor ezzel megvagyunk. Na most, azt mondja, hogy most kell megnézni ugye az akklimatizációs ellenőrzést, akkor Rece kap majd egyet. Mi veszítünk egyet, de kapunk is egyet, úgyhogy most hatan vagyunk, az most jó. Időjárásból senki nem fog most elszenvedni semmit, úgyhogy ez így most, ahogy a terv volt, ez így most szuper. Azt mondja, hogy megyünk a következő napra, ugye? Nem felejtettünk el semmit. Ja, de elfelejtettünk, hogy most, hogy a következő napra megyünk, vagy hát nem felejtettük el, csak ez most jön, hogy ezeket át kell fordítani. Jó, és akkor ezt a lapkát levesszük, és most a legrosszabb napok ott. Ezek a legrosszabbak, hogy ott menjünk fel. Fúha, hát az akkor most nagyon-nagyon nagy bajba vagyunk. Ez azt jelenti, hogy ez alatt a 2 nap alatt, most ez alatt a 3 nap alatt neki fel kell mennie. Tehát muszáj megtolnunk, mert itt nem akarunk felmenni. Itt ugye 8000 felett van baj, hát nyilván addig nem hiszem, hogy ott leszünk ott. Itt viszont 7 és 7000-től egészen a csúcsig, ez 6000-től, itt nem fogunk felmenni, tehát 1-2-3 napunk van, hogy felmenjünk, mert ha most nem megyünk fel ez alatt a 3 nap alatt, akkor bizony nem fogunk felmenni a csúcsra. Úgyhogy egyet húzunk, egy egyes. Jó, és akkor 1-2-3. Jó, hát menni kell. Egy biztos, hogy menni kell. Azt mondja, hogy hogy tudunk oda feljutni. Ez a baj, nagyon sok lesz. Nagyon sok lesz. A 3-ast biztos, hogy el kell tennünk. Meg ezt a kötelet is el kell tennünk, mert majd lefelé is kell tudnunk jönni. Akkor a kettessel tudnánk menni. Azt mondja, hogy 2-3. 2-3, és akkor egyet be tudunk vállalni. Ajajajajajaj, hogy kéne ezt? Igen, az is kérdés, hogy merre akarunk menni, mert ugye ha itt vagyunk, ugye ez köti össze ezt a kettőt, ugye az 3, 6, 7, ez pedig 2, 3, 4, 5, 6, erre csak 6. Erre csak 6. Hogyha most azt mondom, hogy 2, az, vagy az is 3-as értékű, ezt is meg kéne tartani. Sajnos, itt már kettő mozgáspontba kerül egy ilyen kis hógödröt ásni. Pedig most nagyon-nagyon szükség lenne rá, hogy ott már mondjuk lehet, hogy egyet be tudunk vállalni, úgyis van egy a pakliba. Csak akkor meg tényleg annyit kéne felmenni, csak az a baj, hogy most pont kihúztuk ezt a nullát. Legszívesebben még mennék. 2, 3, 4, 5, 6. 6-tal idáig fel tudnánk jönni. Menjünk fel odáig. Már nincs hatunk sem, mert ugye akkor egy nullát, vagy a nullát kéne kivenni, de én most igazából az egyest venném ki, és a nullát majd a tényleges csúcsra, amikor a csúcsra mennénk, és még az sem biztos, hogy ki fog jönni egyébként a kártya, bár egyébként az alatt a 2 nap alatt kijön, csak kérdés, hogy mikor, hogy az utolsó, mert most kéne kihúznunk akkor, mindenképpen. Na várjunk. Hogy kellene? Hármas, nagyon-nagyon kellene a hármas majd. Ne, csak túléljük, ha utána le tudunk szaladni idáig. Nyilván az is egy jó kérdés, hogy le fogunk-e tudni.
És utána meg recével kell majd szépen tényleg felmennünk. Na nézzük, nézzük, nézzük. Az biztos, hogy ide kettő. Már most kicsit bánom, hogy nem jöttünk fel az előzőbe. Kettő biztos, hogy kell. Ez 100%. Vigyük az egyest. Vagy most a nullást. Az, hogyha most elviszem a nullást, és nem fog kijönni, akkor az egyessel nagyon nehéz lesz szám. Bár nem, nem biztos, mert akkor végül is recére rá tudjuk adni. Jó, mondjuk az is egy stratégia lehet. Hát akkor meg kéne próbálnunk, akkor 2, 4, 5. Ja, erre nem jó, mert ott meg 2-t bukunk. Oj, na várjunk. 2, 3, 4, 5. Hát akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, és akkor kiveszem az egyest. Itt mindenképpen bukjuk. Vagy pedig akkor megyek így, akkor a nullával, és akkor nem fogom kivenni az egyest, hanem a nullával megyek, és akkor ez pont 5. 1, 2, 3, 4, 5. Egyet fogunk bukni. Egyet ott mindenképpen bukunk, azt bevállaljuk, és bízunk benne, hogy ha nagyon menni kell fel, mert akkor ugye itt leszünk 3-mal, 1, 2, 3, egyel fel tudunk jönni, egy hármas kártyával pedig 1, 2, 3, meglátjuk. Jó, akkor menjünk így, vegyük ki a nullát most. Várjunk, csak azt hiszem, hogy a következőnél is. Nem baj, kockáztatunk, hát végül is erről szól a játék. 2, 1, 2, ezzel 1, ezzel megint 2. Jó. És akkor így nem kellett levonnunk sehonnan. Jön a aklimatizációs csekk, hát most ő nem áll sehol, ahol védve lennénk, úgyhogy ő most egyet bukik. Rece kap egyet. Az időjárásból most senki nem fog ugye aklimatizációt veszíteni. A mozgást azt veszítettük volna itt, és akkor ennyi volt, jön a következő nap, ami azt jelenti, hogy ez is, meg ez is eltűnik. Jó, mert lehet, hogy ez már hamarabb eltűnt volna, most azt nézem, mert igen, de ezt a elfelejtettük levenni. Végül is tök minden, mert nem használtuk, viszont ezt elfelejtettük ide felrakni, és akkor most ugye egy nagyon szép időnk van, most kéne csúcsra törni, csak az a kérdés, hogy milyen kártyákat fogunk húzni, csak először akkor húzunk egy. Ajaj, az azt jelenti, hogy most már egyest kell húznunk, minimum egyest. Egy, ó, nagyon jó. Kettő, három. Ennek most kifejezetten örülök, mert két hármassal, pontosabban egy hármas, meg egy egyes nekem elég arra, hogy fel tudjak menni. Ott fent el leszünk. Egyetlen egyet kell majd bevállalni, és ezzel a hármassal pedig le kell tudni jönni. És lesz még egy hármasunk, hogy jöjjünk, tehát magyarán, ha én most feljövök ide, három, három, ide tudok jönni hárommal, és majd lesz még egy aklimatizáció, tehát most éppen be tudok vállalni az aklimatizációmmal egyet, szerintem azt még túléljük, úgyis még ezen a napon leszünk, a következő napon viszont le kell mennünk. Ja nem, nem, a következő napon még itt kell maradnunk. Ajajaj, igen. Akkor lehet, hogy a következő napon adunk egyet neki, és akkor recét fogjuk kicsit megtolni, és akkor utána ő majd lejön, rece meg majd megy fel. Igen, talán ez így fog kijönni, akkor hogy is van? 1, 2, 3 és 4. Akkor 4 kell oda, meg hárommal vissza. Igen. Na, akkor szerintem kivesszük most ezt. Akkor megyünk hármat fel. Egy, kettő, három. Jó. Megyünk még egyet fel.
elértük a csúcsot, 10 pont, már csak nem kell meghalni. És akkor ugye ez most egy kötélkártya, kettőt megy fel, hármat le, de egy igazából ezt azért is tartottuk meg, hogyha esetleg baj lenne, de most nem lett baj. Hárommal, egy, kettő, három. Hát ott sajnos be kell majd vállalnunk. Várjunk, csak azon gondolkodom, hogy á, de nem, azt a kettőt be kéne vállalni, és akkor az három. Úgyis majd kapunk, vagy adunk egyet. Három. Hát, húzós lesz, én azt mondom, mert ugye ez, igen. Igen, meglátjuk. Meglátjuk. Amint le tudunk jönni 7000 alá, nem, majd ugye fontos, hogy a két nap múlva tudunk lejönni. Két nap. Az azt jelenti, hogy most bukunk egy-kettőt, utána pedig buknunk kell egyet. De kapunk is egyet, szerintem ott nem lesz baj. Jó. Viszont, na várjunk csak. De baj lesz, mert elfelejtettem, hogy ezt az egyest, ezt nem vontuk le sehonnan. Ami azt jelenti, hogy várjunk csak, mi, hogyha ott maradunk fent. Mert ha ott maradunk fent, ott is bukunk, mert hogyha most ezt az egyest bevállaljuk itt, csak akkor ugye hárommal idáig tudunk lejönni, és utána pedig 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Az a baj, hogy nem sok kártyám van, ami még segíthet, mert most már egyesek vannak. 1, 2, 2 kettes kiment, bizonyám, most már ott egyesek vannak. Egy. Még van egy kötélkártya, meg egy egyes, ha minden. Vagy két egyes, meg egy kötélkártya. Mert egy egyes. Ha jól emlékszem, 5 darab egyesünk van. Igen, 2, 3, úgyhogy két egyes van, de itt van egy kötélkártya. Akkor viszont egy, kettő, két kettes. Na most hirtelen nem is emlékszem, hogy akkor mi a harmadik. Na, erre most kíváncsi leszek, mert azt hiszem két hármasunk van. 5 darab egyes, az 1, 2, 3, ott lesz 4, 5. Itt van két kötélkártya, amit már használtunk, itt a harmadik. Létezik, hogy lenne még egy kötélkártya? Most hirtelen emlékszem. Hát kíváncsi leszek hirtelen most, mi az utolsó lap. Na, az biztos, hogy egyesek vannak ott. Magyarán lesz egy hármasunk, hogyha ide jövünk. És akkor itt vállaljuk be azt a kettőt, és akkor hármassal le tudunk jönni ide. És biztos, hogy lesz még két egyes. Ezt a két egyest, hogyha itt használjuk, itt tudunk egy hóüreget, tehát arra elég, hogy egy hóüreget lerakjunk majd ezen a napon, és akkor a következő napon pedig már le lehet menni. Mert ide csak úgy megyünk le, hogyha igen. Vagy pedig, ugye az a másik, hogy itt most ide lejövünk, bevállalunk egyet, meg még egy-kettőt, még egy-kettőt, és akkor a következő körben hárommal le tudunk jönni, tehát kettő, hárommal le tudunk jönni ide. Meg kettőt, hogy ide rakjuk le. És akkor maradunk kettőn, de még mindig lesz egyébként egy akklimatizációs pontunk, amit majd rá tudunk adni. Szóval kockáztassuk meg. Kockáztassuk meg, várjunk csak, hogy volt. 1, 2, 3, 1, és az ennek, hogy hárommal megy le. Egyet be kell vállalni. Jaj, de az a baj, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következőnél. Akkor azt az egyet nem akarunk ebbe vállalni, mert nem tudjuk, hogy mit fogunk húzni. Ha ketteseket húzunk, akkor nagyon nagy baj lesz. Akkor inkább. Várjunk csak. Vagy pont emiatt, mert ha ketteseket húzunk, akkor is még jobb, hogyha csak egyet le tudunk jönni. Aha. Akkor inkább itt bevállaljuk, mert ha már ide le tudunk jönni, az már mindenképp egy jó dolog. Nem kell, hogy sokat menni. Kettőt lejövünk, még kettővel ide le tudunk rakni, úgy még mindenképpen ide le tudunk jönni, aztán majd meglátjuk, hogy hogy jutunk le, úgyhogy akkor most sajnos hármat kell bukni, egy, kettő, három. Ugye kettőt emiatt, egyet emiatt, mert mind a három kártyát ott használtuk fel,
Hát továbbra is kap, de ezt le kellett volna már vinni 6-ra, ugye Rece. És akkor az időjárás miatt most senki nem kap, mert szép napsütéses idő van. Jó, ennyi. Úgyhogy megyünk a következő napra. Most nem kell átfordítani semmilyen ilyen kis hógödröt, vagy hóüreget, amit ástunk. Viszont nagyon-nagyon fogy az aklimatizációnk, és az utolsó három kártya, na mi volt az? Egy kettes? Ú, akkor még egy kettes van. Hát, ha ezt tudtam volna, akkor azért jó. Viszont. Egyes, oké. Na ugye ez az a pillanat, amikor vele le kéne jönni, ameddig csak lehet, ami azt illeti. Bár nekünk ideig is elég. A lényeg az, hogy utána ide le tudjunk jönni, mert itt már csak egyeket kell mindig rákölteni, és akkor megmaradunk szépen a kis hó kuckónkba. Na nézzük, egy biztos, hogy az egyes fogjuk kivenni. Hárommal biztos, hogy le tudunk jönni. 1, 2, 3. Jó. És én szerintem. Hát itt most érdemes lenne egyébként oda felhúzni egy. Igen, tehát többet nem kéne veszíteni. Ide most rakunk egy ilyet. Ezt nem szabad bekockáztatni. Még akkor se, hogyha a következő napon sem tudunk lejönni, mondjuk ott úgyis 8000 felett van a baj. Viszont nem mehetünk le 7000 alá. Az a baj, ha ide lejövök kettővel, akkor mondjuk akkor egyet bukok. Mondjuk bukok egyet, viszont ezzel kapok egyet, tehát egy-egy, megint kettőn leszünk. De ez lehet, hogy jobb, hogyha most adok magamnak egyet, és akkor legalább hárommal. Bár nem, én szerintem, várjunk csak, azt nézem, hogy 7000 felett ott mindenhol baj lesz. Várjunk csak, mert lehet, hogy mégiscsak megéri nekem ide lejönni kettővel. Ja, meg eleve egyet be kell vállalni, de várjunk, egyet be kell vállalni. És ugye itt voltunk, hol voltunk? Ja igen, itt voltunk. Ez három. Ha lejövök ide kettő, akkor ezt az egyet még mindig nem vállaltuk be. Azt még mindig nem vállaltuk be. Max annyit tudok csinálni, hogy egy nullát rá kell adni recére, hogy ő be tudjon vállalni. Sőt, várjunk csak. Azon gondolkodom, hogy a következőben meg úgyis neki kell menni, hogy lehet, hogy most érdemes lenne egy nullát lerakni, egy kettest, és akkor ezt ide lerakjuk egy kettessel. Viszont nem egy egyest veszünk ki, hanem egy kettest. Hogyha véletlenül most nehogy baj legyen, azt az egyest mindenképpen be kéne tartani. És. Jaj, de várjunk, hogy is van? Várjunk csak. Azt mondja, hogy. Nem rakom le. Ide lejövök. Ott bevállalok majd egyet. Az már nagyon-nagyon-nagyon húzós lesz. De azt az egyet viszont be kell vállalni. Recére rátesszük a nullát. Hát remélem nem fog meghalni az a szerencsétlen. Ha már felment a csúcsra, akkor legalább valami hírmondó legyen, aki visszajön. Vagy hát nem Recének kell felmenni a holttestéért. Na, jó, akkor a hármat ugye lejöttünk, kettőt lejöttünk, ezt a nullát ráteszem recére, és akkor rece egy-kettőt bukik. Ugye ezért jó egyébként a nullás, mert így egy picit lehet stratégiázni a rizikótokenekkel. Jó. Akkor ezt a kettest felhasználtuk, és akkor most van az, hogy 6 és 7000 között ott senki nincs, rece kap úgyis egyet, én pedig bukok egyet, mert ott ugye egyet bukunk, ez ennyi volt. És most jövünk a következő napra. Ide. Azt mondja, hogy húzni kell egyet, és ennyi kártyával tudunk most operálni. Egy egyes. Haj. Azt hittem, hogy egy nulla jó lenne. Hát nagyon éppen, hogy
Sőt, azon gondolkodom, hogy nem is biztos, hogy túl fogjuk élni vele. Nem is biztos, hogy túl fogjuk vele élni. Tehát most igazából csak úgy tudjuk vele túlélni, sehogy máshogy, hogyha minél hamarabb lejutatjuk 6000 alá. Mert azon gondolkodtam, hogy most ugye megint egyet kell majd buknunk, és kénytelenek vagyunk az összes lapot ráadni. Vagy nyilván megint mondhatom azt, hogy recére adunk egyet, ha csak egy mozgást is. Milyen? Jaj. Hát nem, le kell mennünk, mert itt az utolsó előtti nap itt kettőt bukunk. Tehát 6000, itt is 2 nap múlva 6000, ott baj van. Mondjuk szerencsére elég hamar le lehet jönni. Csak kérdés, hogy milyen lapjaink lesznek, tehát most megint minél hamarabb le kell jönni, tehát hogyha most mindegyiket rá akarom adni, akkor egy-kettő, meg adok még egyet neki, de ott bukok is egyet, és akkor még nem adtam rá azt az egyet. Úgyhogy, húha, ha. Vagy pedig ezt a kettőt ráadom, ide lejövök, egy ilyen kis hógödröt készítünk. Ott akkor megmaradunk így élve, tehát ott még túléljük. Ezt az egyet rá tudjuk adni recére, rece pedig. Igen, az, hogy muszáj vagyunk egyet, hogy az olyan, hogy csak idáig tudunk lejönni vele, sehogy máshogy. Ha lejövök vele egy-kettő, meg adok neki egyet, akkor az kettő, de egyet be kell bukni, meg egyet bukik, tehát ő most tényleg már ott a halálán van. És nem tudom, hogy mit fogunk húzni, valahogy meg kell mentenünk. Valahogy meg kell mentenünk. Most csak úgy tudjuk megmenteni, hogyha a recének kell megint bevállalnia ezt a bukást. Pedig annyira nagy szükség lenne erre az egy lapra neki. De muszáj vagyok berakni. Muszáj vagyok berakni ott egy. Igen, tehát ez azt jelenti. Azt jelenti, hogy ezt biztos, hogy ezt vesszük ki. Egyet lemegyünk. Biztos, hogy oda le kell raknunk egyet, ahol megpróbál túlélni. Igen, tehát itt most jó, még a következő nap még jó, 7000 alatt, az utáni nap lesz jó, tehát úgymond 2 napunk van, hogy lejuttassuk. Hát nem kell sokat menni egyébként, mert 1, 2, 3, 4, vagy 1, 2, hát de 4, legalább 4-et menni kell. Bízunk benne, hogy fogunk tudni menni. Ezt az egyest most tök mindegy, hogy most nekiadom. Bár egyébként igen. Most mindegy, hogy nekiadom vagy recének. Teljesen mindegy. Mert most, hogyha nekiadom, akkor ez így marad. Ha recének adom, rece is annyi, hogy felmegy. Akkor mindegy. Akkor ezt az egyest levonjuk innen, és akkor nem, ő nem kap. Tehát teljesen mindegy. Teljesen mindegy, jaj. Jó. Hát ezzel vége ennek is, ugye még egyszer újra keverjük a paklit, és utána 1, 2, 3, 4, 5 napunk van még hátra. Ezzel vége a napnak, most ugye megint az akklimatizációs csekk van, hát Rece ő boldogan el van ott lent, szépen így végignézi, alatt, hogy a társa szépen fent szenved. Akkor ő viszont ugye bukik egyet, viszont kap is egyet, tehát nem fog meghalni a nap végére, szerencsére. Akkor jön a következő nap, itt most majd minél jobban le kell tudni juttatni, bármi történik is, le kell tudni juttatni. Hát annyi szerencsénk van, hogy egy pontba kerül, hogy egy ilyen kis kuckót csináljunk, és ott már az aklimatizáció meg fogja védeni. Egy kettest húztunk, az baj. Az baj. Az baj. Hát egyébként megmondom őszintén, azért itt is megvan az izgalom. Hogy hozzáteszem, nem véletlenül választottam a téli kártyákat. Bár ezen a pályán nem nagyon játszottunk, tehát ez egy elég ismeretlen pálya nekem is, viszont annyira ismerem a nyári lapkákat, hogy hát a nyári az ilyen kis gyaloggalop, tehát hogy egy kis séta, mondhatni.
Ugye ez mindenképpen izgalmasabb, én azt ajánlom, hogy akik már így jó sokat játszottak a alapjátékkal és a nyári időjárás lapkákkal, akkor mindenképpen a télivel menjenek, mert azért látjátok, hogy itt a télinél, hát bizony oda kell figyelni, tervezgetni kell. Na nézzük, 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 túléljük-e. Ha nem éljük túl, akkor az a 10 pont az mind megy a levesbe, úgyhogy... De én már most bízok benne, hogy csak túléljük. Na, hát 6 kártyából csak tudunk húzni valamit, ami elég. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ott is van minden. Jó. Na. Mi kell nekünk? Hát szerintem amit lehet, azt használjuk fel arra, hogy lefele menjünk. Azt mondja, hogy tehát 6000 alá kell, hogy is volt, tehát 4, 4-ből már le tudunk ide jönni, és akkor teljesen biztonságban vagyunk. 1, 2, 3, 4. Úgyhogy ezt a két kettest, akkor ezt használjuk. Recével meg akkor kezdjünk el felmenni. Hát nyilván neki akkor a hármasok kellenek. Jó, és akkor kiveszünk egy egyest. Akkor kettővel azt mondja, hogy 1, 2, meg még, ja várjunk már, bocsánat, azt nézem, hogy ennek egy 3-as lefele van, 3-as le, 1, 2, hát mondjuk annyira nem is baj, jó, maradhatunk így, egy, tehát kettővel oda, akkor ugye most ez egy kötélkártya, ott lefele hármat tudunk menni, az azt jelenti, hogy egy, kettő, és harmadikra még ide tudunk rakni egyet, és akkor most már egy picit fellélegezhetünk, mert most úgyis fogunk kapni. A következő, mondjuk most már nem fogunk nagyon bukni szerintem, sőt, tehát leértünk ide, úgyhogy már most majdnem mindegy is lenne, szóval lehet, hogy ez se kell, hanem igen, ezzel nem is fog kelleni, mert 6000 alatt sem... Ja, de... Ja, az mozgás, akkor az nem számít. 6000 alatt minket már nem fog semmi bántani, tehát ezt az egyest itt is be tudjuk ám váltani, csak most azzal az a baj egyébként, hogy akkor... Ha nem akarok recével sokat bukni, akkor lehet, hogy recére most ráadnánk ezt a nullát, mert akkor ugye lefele ezt a hármast, ott levettük az egyet, recére meg adok most egy nullásat, és akkor majd rece a következő körben 6-tal elkezd felfele menni, most már tényleg csak recére kell figyelni, hogy egyenesen menjen fel. Hát nyilván ott lesz egy-két nehéz köre, de a következő nap úgyis 6000-ig kell feljönnie, aztán lesz egy szabad napja, utána már kemény napja lesz, de azt már ameddig csak tudunk, megpróbálunk vele felmenni, amíg csak lehet. Úgyhogy ezt a nullát ideadjuk most recének, és akkor ezzel vége. Jó. Az akklimatizációs csekk azt mondja, hogy nem kap, nem is veszít. Ő kap egyet, de az vissza fog kerülni. Időjárásból ugye 7000 felett lenne baj, ott elég nagy baj lenne, meg majd a következő nap ugye 6000 felett, de most akkor így jók vagyunk. Jön a követ utolsó, nem tudom, hogy ezen a lapkán az utolsó nap, ez átfordul, ha jól emlékszem, az ott volt az előző napon, ugye. Jó, és akkor húzzuk a következő három lapkát, csak még előtte megnézzük, hogy mit kapunk, egy egyest. Jó, hát legyen akkor egy egyes. Egy, kettő, három. Oké. Na nézzük. Hát az biztos, hogy az egyest fogjuk kivenni, és az is biztos, hogy annyit megyünk, amennyit csak tudunk. Magyarán, ha egy, kettő, három, négy, öt, hat, 7-8-al ide fel tudunk menni, úgy, jó, nem úgy, hogy
Igen, ott azért a akklimatizációra. Hát még neki szerintem van elég, meg még egy pont van itt is, úgyhogy ja, ezt megjátszuk úgy, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, tehát 2, 4, 6, meg akkor 1, 1, 2, tehát 1, meg akkor ez az 1, így. És akkor most már Rece is két pontot megszerzett magának. És akkor most jön a akklimatizáció ellenőrzés. Hát ő továbbra sem kap, nem is veszít. Rece ott egyet veszít. Nem kap semmit. Ugye 6000 alatt semmi baj. Most 6000-től lenne baj. Viszont a következő nap megint egy napsütéses idő, úgyhogy megyünk is szépen a következő napra. És ez az utolsó 3 nap. Hát itt Recének azért majd lesz egy-két nehéz időszaka, de azért van előtte egy szép példa, hogy hogyan, már nem fogunk nyilván feljönni egy egyes, nem fogunk nyilván felmenni vele a csúcsig, valószínű, sőt, hát biztos, mert ugye a hármasokat elhasználtuk, anélkül meg igencsak nehéz a csúcsra törni, pláne, hogyha egyeseket húzunk, de most ide pont az kell, ez is lejön, az kell, hogy szépen felmenjünk. Na, most ez a nap, amikor szépen lehet menni, és azt mondja, hogy az egyest kivesszük. Hát csak egyeseink vannak, úgyhogy ezt a 3-1-est, ezt most szépen azt mondja, hogy a következő nap 6000 felett, úgyhogy teljesen mindegy. Azt kell eldönteni, hogy 1-2-3, hogy ide jöjjünk-e, mert ha ide jövünk, akkor csak egyet bukunk, és akkor a következő nap lesz majd egyet, következő nap fogunk bukni kettőt, egy-kettőt, meg ott fent is legalább egyet, meg még rá tudunk adni majd egyet, tehát akkor egy-kettőt, még egy, meg most egyet tudunk neki adni, és akkor az utolsó nap, hogyha ott fent valahol tudunk neki készíteni egy kis valamit, hát lehet most érdemes egyébként bevállalni, hogy ne kockáztassunk. Maradjunk öttel, és akkor hát, ha öttel maradunk, lehet, hogy tovább tudunk felszaladni. Mert akkor be tudunk vállalni egy kettest. Akkor most ide jövünk. Egyébként lehet. Az a baj, már csak egyetlen egy akklimatizáció van, és az a baj, hogy most félek attól, hogy kettest fogunk húzni. Jó, meg most is be kell vállalni egyet, na várjunk, várjunk, mert akkor viszont baj van. El is felejtettem, itt van ez az egyes. Valamit kezdeni kell ezzel az egyessel is, mert az biztos, hogy így jó lenne ide felszaladni. Három. Ott bevállalnánk egyet, de még egyet nem vállalhatok be. Azért nem, mert a következő nap még kettőt kell bevállalni, meg ott egyet, vagy nyilván kell lerakni. Egyet biztos, hogy menni kell, ez nem kérdés. Ez már 3 pont. Jó, akkor legyen az, hogy egyet levonunk, egyet pedig most ide, hogy legyen nekünk. Nem akarok kockáztatni, mert félek, hogy ott a kettest húzunk. Ez már nem éri meg a kockázatot, a 10 pont megvan. Most nyilván minél többet szeretnénk, úgyhogy ez lejön, ezzel megvagyunk. Akkor ez kimegy. Jön a utolsó előtti nap. Mostantól kezdve 6000 felett mínusz 2 akklimatizáció, úgyhogy ott azért most komoly. Jön a rizikótoken. Jó lenne egy nullát kihúzni azért. Ez még csak egy egyes. Még egy nullának biztos, hogy kell lennie. Egy, kettő, három. Ez az összes lapunk, amit tudunk használni, úgyhogy ezzel kell felmenni, amit csak lehet. Viszont az aklimatizáció, ugye ott elfelejtettük, hát egyébként neki lecsökken, meg felmegy, mert ugye egy-egy, neki ugye szintén semmi, és akkor úgy jöttünk ide. Jó. Na nézzük, 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 nézzük. Hát csak fel kéne menni, de hát egyet meg ki kell venni. Akkor nem fogunk tudni olyan nagyon felmenni, mert már most csak kettessünk van. Akkor viszont lehet, hogy be kell vállalni
Vagy van egy, kettő, hármat bukunk, hogyha ide feljövünk. Mert ugye egyet, meg még kettőt. Egy, kettő, három, hát azt hiszem be lehet vállalni. Sőt, egy, kettő, három, négyet. Négyet. Idáig tudunk csak feljönni, az a baj. Az a baj, csak odáig tudunk felmenni. Mert be kell vállalnunk egyet. És az a baj, hogy kettő pontunk maradt, tehát hogyha ide jövünk, egyért ide tudunk jönni. Mert 1, 2, 3, 4, az 5, az vagy az is 5. És már csak ez a kettő maradt, tudunk magunknak adni egyet. Tehát ha ide feljövünk, akkor az 2, mínusz 1 az 3, 1, 2, 3. És valójában ahhoz, hogy oda felmenjünk, még egyet bukni kell, hogy egy legyen. Egyet tudunk magunknak adni, és ott amúgy is buknánk egyet. Hát ez sajnos ilyen. Úgyhogy ezt az 5 pontot tudjuk megszerezni, akkor 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, felmegyünk ide. Ami azt jelenti, hogy az ennyi volt, ezt az 1-est le kell vonni az aklimatizációból. Igen, na most egyet bukunk még, ugye most jön a aklimatizációs ellenőrzés, egyet bukunk amiatt, mert ott vagyunk. Kettőt pedig az időjárás miatt. Hogy lement, azért pikpak lemegy. Kár, hogy a hatos nem jött össze. Ez ennyi. És még mindig attól függ egyébként, hogy várjunk csak, mert hogyha most jövünk a következőre, ide. Hát ennyi. Ennyi. Ha csak nem húzok. Ha kettest húzok, akkor lefele kell jönni. Egyes. Mert ugye most mi történhet? Az a baj, hogy nem tudok, csak kettővel tudok felmenni, de muszáj egy egyest kivenni. Tehát idáig fel tudnék jönni, de nincs értelme feljönni. Akkor majdnem mindegy, hogyha most lefele megyek. Mert egyébként 3, 5-öt tudok lemenni. 1, 2, 3, 4, 5. Le tudok jönni 5-öt, és akkor ott szépen találkoznak. Milyen szép befejezés lenne egyébként. Ja, ezt elfelejtettük átfordítani. Mert tényleg ennyit tudok csinálni. Jaj, de várjunk csak, nem tudok lemenni, mert utolsó nap mindenütt plusz egy mozgáspont kell, mindenhova. Mindenhova egy mozgáspont. Tehát igazából, ha ide jönnék, ide is kettővel tudnék jönni. Tehát kettővel tudnék oda jutni. Ez a kettő kéne oda. És akkor egy egyest ki kéne venni. Ha adnék magamnak egyet, azt le is kéne vonni, meg ott meg is halnék. Tehát most mindenképpen lefele kell jönni, ez már biztos. Úgyhogy az 5 pontunk az megvan. Viszont 5 pontunk van, viszont mindenhova plusz egy a belépés. Magyarán 2, 4. 2, 4. Igen, akkor ennyit tudunk csinálni, hogy ezt elvesszük, ezt az egyest. Van 3 le, meg 2 le. Akkor az 2, 4. De jó lett volna még oda elérni a saját kis odunkba. De egyébként egyért meg tudunk egyet készíteni. Tehát azt nem befolyásolja ilyenkor, én úgy tudom, a mozgást, tehát az építést. De hát nem tudom, ezt gyorsan megnézem. Amennyire tudom, ez nem. Ezt gyorsan megnézzük. Azt mondja, hogy igen, tehát a mozgáspont, ami ahhoz kell, hogy belépjünk valahova, az nem befolyásolja a kis hóüregnek a ásását, tehát annak a megépítését. Jó. Akkor igazából, vagy is van, úgy van, hogy ide jöttünk 1, 2, 3, 4, az 5-tel, akkor legalább már egy ilyen befejezzük be, 5-tel tudunk egyet építeni, ezt az egyet pedig levonjuk innen, tehát akkor nem adunk magunknak egyet, hanem azt elvesszük, és az utolsó akklimatizációs ellenőrzésnél, ugye innen le is kéne vonni egyet, meg kapunk is egyet, ő semmi, és akkor ezzel vége lett a játéknak, ami azt jelenti, hogy összesen 15 pontunk van. Hát nézzük meg, hogy ez a 15 pont ez mire volt elég. Azt mondja, hogy
15 pont a téli lapkákkal, alpinisták vagyunk. Ha nyáron értük volna el ugyanezt, akkor csak ilyen kis túrázók lennénk, hiker. Így viszont alpinistáknak számítunk, és éppen, tehát még 16 pontnál is, úgyhogy hiába mentünk volna fel, azt már nem látjátok, hogy itt van pont, a 6-os ponthoz, azért bizony, még mindig csak alpinisták lettünk volna, még egyet valahogy fel kellett volna menni, de hát az a baj, olyan rosszul jöttek ki ezek a lapkák, hogy így is örültem, hogy életben maradt a sima. Na, nem volt egyébként ez olyan rossz. Megmondom őszintén, mint említettem, nem nagyon játszottam ezzel így egyedül, de most, hogy így ki lett próbálva, tehát elég sok része átjön, ami a több játékos módban is. Tehát azért ezek a matekolások, hogy akkor mikor, mennyit menjünk, számolgatunk, annyi, hogy senki nem blokkol minket, úgyhogy ez a része abszolút átjön. Nem tudom, hogy remélem sikerült így átadni nektek ezt a részt, hogy azért mennyire kell itt figyelni tényleg arra, hogy mikor még kártya, nyilván az ember, ha tudja, hogy milyen kártyák vannak, már ha egyszer átmentek a kártyákon, akkor már egyébként lehet tudni, hogy akkor most már én is megjegyzem, hogy 3-2-es van, majd látszik, rég játszottam vele. Azt tudom, hogy 2-3-os van, meg hogy 5-1-es, meg hogy 3 kötéllap, úgyhogy ezeket érdemes mindig figyelembe venni, meg a valószínűségét, hogy mit fogunk húzni ugye a pakliból, hogy elég lesz-e, mert hiába tervezzük el, hát meg ugye ott vannak a rizikótokenek, amik nagyon-nagyon befolyásolják, hogy mit tudunk majd csinálni. Egyedül egy dolog az, ami nem jön át itt, és ezt annyira sajnálom, hogy nem tudtak készíteni egy olyan egyfős variánst, ahol ez is valahol bejönne a játékba, az, hogy blokkolni, tehát hogy ezeknek legyen értelme. Mert én el sem tudom képzelni, hogy tudtuk volna azt megcsinálni, hogy mind a kettő mászóval párhuzamosan jönni fel, mert egyszerűen az képtelen. Tehát három lapból hiába csak egyeseket kell menni, egyszerűen nem lehet szerintem megcsinálni. Hogyha fel akarunk kérni a 10-re, az egyiket meg kell tolni, vagy nem tudom. Lehet, hogy én még ezt a pályát annyira nem ismerem, lehet, hogy más tempót kellett volna diktálni, de itt nem is látnám értelmét, hogy itt most ketten legyünk, mert akkor olyan szinten akadályoztuk volna egymást, és egyébként itt jön be a játéknak az igazi része, az interakció, amikor másokkal játszottok, hogy megvan a terv, ott van a kezetekben a kártya, már szépen eltervezitek, hogy akkor majd ide fogtok, oda fogtok menni, de nagyon fontos, hogy kinek a kezében van a kezdőjátékos erőlő, mert lehet, hogy ti vagytok a utolsók a fordulóban, pontosabban az adott, igen, az adott fordulóban, és ha ti jöttök utoljára, és ketten vannak előttetek, lehet, hogy pont elfoglalják azokat a részeket, ahova mennétek, és nem tudtok odalépni, mert ugye a mezők blokkolva vannak. Erre nagyon oda kell figyelni, tehát amikor többen játszottok, azt is figyelni kell, hogy hol blokkoltak a mezők, hol nem, és hogy mikor fogtok ti jönni, vagy hogy éppen az adott fordulóban hanyadiknak fogtok jönni, tehát bejön egy olyan fontos tényező, hogy az nagyon nehéz visszaadni. Arról nem is beszélve, ugye meséltem nektek, hogy sokan szeretnék, meg hát így felteszik fórumokba a kérdést, hogy mennyiben másabb, vagy hogy inkább ezt a játékot ajánlják az embereknek, vagy az emberek, vagy a Flame Rouge-t, ugye, mert hogy sokan azt mondják, hogy annyira hasonlóak ezek a játékok, hogy nem tudják, melyiket vegyék meg, de ahogy elmondtam az előkészületek során, nem hasonló, mert hogy ez nem egy versenyjáték. A Flame Rouge az egy versenyjáték. Aki először célba ér, az fog győzni. Itt nem az fog győzni, higgyétek el, aki először felér a tízesre. A tízes pontért. Ugyanis simán megtörténhet az, hogy valaki felmegy, és közben, hát most ugyanezeket a színeket használom, de közben itt szépen elfoglalják ezeket a helyeket, és nem tud lejönni. És elfogy az akklimatizációja, vagy lehet, hogy van még a pakliában akklimatizáció, most nyilván ebben a változatban, amit most láttok, ebben nem nagyon lesz, mert ez az egy van, viszont ha a alapjátékkal játszottok, majd mindjárt megmutatom még milyen pályák vannak, azért ne felejtsétek el, hogy az alapjátékhoz olyankor nem kell kivenni ezt a három kártyát, tehát van még egy 3-as, egy 2-es, meg egy 1-es akklimatizáció, de ha nem jön fel a kezünkbe, akkor bizony ott fent meg fogunk halni, és bukjuk a pontot, az összes pontot, amit ugye ezzel a mászóval szereztünk. Tehát nem az fog nyerni, aki felment. Nagyon okosan kell meggondolni, hogy egyáltalán akarok-e felmenni, vagy nem akarok. Lehet, hogy inkább megérdemes csak beérni a 7 ponttal,
és akkor szépen visszamenni, mert még azzal is győzünk. Úgyhogy ezért is volt, ahogy láttátok, hogy itt oldalt kell bizony jelölni az adott mászókkal, hogy ki mennyit ért el, mert ha lemegyünk, akkor nyilván lementünk, nincs azzal semmi baj, de már megkaptuk a pontot. De ha meghalunk, akkor vége. Amit elértünk, az megy a kukába. Úgyhogy ez nem egy versenyjáték. Ez sokkal taktikusabb, sokkal gondolkodtatóbb, tehát én még ezt is családi kategóriának tartom egyébként egyértelműen, viszont jóval többet kell rajta agyalni, meg jóval taktikusabb, mint a Flame Rouge, ami azért egy inkább lightosabb családi játék, én szerintem. Mind a kettő jó, tehát nem erről van szó, csak látni kell a különbséget, hogy annyiban egyezik a kettő, hogy tematikailag mind a kettő sportjáték. Mert ez is egy sport, meg az is egy sport, viszont a kártya mechanika is teljesen másképp működik, mert itt ugye mindig 6 kártya van a kezünkben, hát kivéve amikor már ugye elfogy a pakli, és utána mindig visszakeverjük az összeset, kezdődik előről, tehát itt mindig tudjuk, mi lesz a pakliban, és erre mindig számolni kell, ennek is ugye megvan a valószínűsége, az ember kalkulál, tehát folyamatos taktikázás van, úgyhogy na, ezt csak így ki akartam térni, mert tényleg olyan sok, ugye a fórumokban azért így többször-többször megkérdik, de azért csak előjön a kérdés. Úgyhogy ezt mindenképpen valahogy próbáljátok hozzáképzelni, amikor többen vagytok, hogy kérdezgetitek egymástól, ugye, hogy sokat akarsz menni, vagy keveset? Ezt azért mondom, mert amikor mondjuk kint vannak ugye ezek a kis rizikó tokenek, mondjuk most lehet, hogy pont nem ezeket kellett volna kitennem, most képzeljétek el, amikor mondjuk még itt is egy kettes van, ugye említettem, hogy annak a játékosnak kell kivenni, aki a legtöbb értékben mozog, tehát a legtöbb mozgásponttal rendelkezik. De ha két játékos ugyanolyan magas pontértékkel rendelkezik, akkor egyiknek se kell. És hát amikor ilyen kulcs pozícióba vagyunk, és annyira szeretnénk menni, de a többiek is tudják, hogy nagyon szeretnénk menni, ott bizony azért meg tudnak szivatni minket, vagy lehet nem is szivatnak meg minket, csak nekik nem jött fel jó lap, amivel tudnak menni, és hát ott megy a kérdezgetés, hogy te most mész sokat, vagy hát mennyit mész? Hát nem kell megmondani, nyilván ez az érdekessége a játéknak, hogy ha valaki bevállalja, hogy már pedig megy, rizikót vállal, akkor bizony be kell vállalnia azokat a mínuszpontokat, és de nagyon tudnak fájni, annyira keresztbe tudják tenni a dolgokat, sőt, az is lehet, hogy valaki azért szivat meg valakit, mert alapból nem akarná megszivatni, mert lehet, hogy ő most, mit tudom én, ide akart volna jönni, tök mindegy, de nem tudott odáig felmenni, vagy éppen lefele ide akart volna lejönni, de nem tudott leérni, mert nem volt hozzá elég pontja, mert húznia kellett a rizikópontot, és csak itt tud megállni. És a következő játékos meg miatta nem tud lemenni, tehát fent ragad és meghal, de nem direkt volt, hanem mert hogy olyan sokat akart menni, hogy leérjen, csak mínuszpontot kellett költenie, de már nem maradt mondjuk akklimatizációja sem, hogy onnan vonja. Tehát olyan érdekes dolgok tudnak kijönni, néha vicces, úgyhogy igen, ezt mindenképpen kalkuláljátok bele. Na, amit szerettem volna még ezen kívül, megmutatni akkor pár pályát, hogy mert egyébként újrajátszhatóság szempontjából nyilván már egy pálya is, hát rengetegszer újra lehet játszani. Külön ha figyelembe veszitek azt, hogy van téli, meg nyári időjárás, tehát ugye most ez volt a téli, amit láttatok, azért elég kemény dolgok vannak rajta. A nyári azért az sokkal lájtosabb. Most ezeket én addig félreteszem, és akkor megmutatom, hogy milyen pályák vannak még. Tehát, mint említettem, ez a Broad Peaknek a pályája, és ilyen történelmi aspektusa van, aminek én tényleg nagyon-nagyon örültem, amikor megláttam, hogy ilyenre is figyeltek. A másik oldalán a pályának egy sokkal kellemesebb, úgymond. Tehát itt nem nagyon szoktunk annyira a másik tyúk szemére lépni. Ezt mi úgy szoktuk mondani, hogy ez a kalandos pálya. Ugyanis itt továbbra is az, hogy milyen magasságot érünk el, azt még továbbra is ugye itt kell majd számon tartanunk, itt fent, és innen indulunk, és akkor szépen majd itt megyünk előre, hát most ez a magasságot jelenti, ugye ott vannak a pontok, viszont ez azért érdekes, mert hogy az egyik mászónk majd erre fog menni, a másik mászó meg erre fog menni, és amikor elhaladnak,
ezeken a részeken, akkor lehet majd kapni ilyen kis tokeneket, ugye a, ilyen átkelési token, vagy minek hívja a játék, és az a lényeg, hogy annál több pontot lehet szerezni, hogyha mondjuk, tehát ehhez a mászóhoz is tartozik egy jobb meg egy baloldali, meg a másik, a simához is tartozik egy jobb meg egy baloldali, csak nyilván, amikor ő ideér, megkapja a jobb oldalit, amikor ő ideér, megkapja a baloldalit, és amikor átmennek, akkor megkapják a sajátjukhoz a másikat, és akkor úgymond össze lehet őket rakni, akkor több pontot fognak kapni majd. És itt nem csak egyszerűen egy csúcsot kell elérni, hanem ha megnézitek, van három csúcs is, és a három csúcs az úgy fog kinézni, hogy több token is van rajta. És a legfelső token éri mindig a legtöbb pontot, az az alatt lévő már nem annyit ér, és így tovább, tehát nyilván annak függvényében, hogy hány játékos játszik, és itt igazából lehet valaki azt mondja, hogy jó, ő mindenképpen most ide akar jönni, mert szerinte itt most ez neki sokkal kézre esik, jobb, aztán átjön ide, tehát itt szépen lehet kicsit kalandozgatni, hogy itt menjek át, ott menjek át, mit vállalok be, de hogy mondjam, a pontok teljesen másképp jönnek össze, tehát nem csak ez számít majd, nyilván számít az is, meg ugyanígy, ha meghal a játékos, akkor ugyanúgy vége, tehát az bukja, de itt az a lényeg, hogy lehet jobban kicsit taktikázni a pontokkal, hogy innen szedem össze, onnan szedem össze, meg akkor mind a kettőt összeszedem, mert lehet, hogy valaki nem fog tudni végigmenni az egyikkel, akkor azért nem fogja megkapni a pontot, már pedig mondjuk az is sok pontot ad, úgyhogy majd itt érdemes átnézni a szabályt, nyilván játék előtt nektek is, hogy konkrétan miket pontoz a játék, mert magasságot pontoz, a tokeneket pontozza, és ha megvan mind a két átkelési token, akkor még azt hiszem két pontot ad minden egyes ilyen tokenért, amit itt megszereztek. És mind a két mászóval meg lehet szerezni egyet-egyet-egyet. Nyilván, ha mondjuk ide már csak másodjára érünk fel, akkor már nem a legtöbb értékű pont, mert legjobb pontértékűt, de még mindig meg lehet szerezni. Úgyhogy ez sokkal kalandosabb ez a pálya, de sokkal barátságosabb is, mert itt szépen így elmegyegetünk egymás mellett, mindenki így megy a maga dolgára. Megnéző, hogy ki hova megy, és nyilván akkor a többiek aszerint mennek. Jó, nyilván egyébként öten nem játszottuk még ezt a pályát, ott lehet, hogy kicsit besűrösödik, de hát két fővel tényleg így el vagyunk egymás mellett, és akkor úgy mindenki így szépen csak így túrázgat, mondhatni. Bár inkább ezt nyári időjárás lapkákkal néztük még. Valószínűleg télen ez is sokkal keményebb, de hát van, amikor igazából tényleg csak arra van az embernek kedve, hogy egy kellemeset mondhatni, túrázzon itt a K2, vagy éppen a Broad Peak hegyen. Na, hát ez lenne akkor a Broad Peak, a másik oldala. Egyébként még annyit megjegyzek, hogy ennek is van egy történelmi aspektusa, majd nézzétek meg a szabályban, hogy mikor, ilyen időpontok vannak, hogy mikor mentek át emberek ezen a hegyen. Úgyhogy ez mindenképp érdekes. Na, nézzük akkor a többi. Tehát ez csak a kiegészítőnek a pályája volt. Most mutatom nektek az alapjátéknak a pályáját. Az alapjátéknak van egy nehezebb, tehát ez a K2, ez a nehezebbik oldal. Itt mutatja is ez itt a jelölés, tehát ez egy jóval nehezebb, mint az alap, mármint hogy a másik oldal. Szintén itt kell a magasságot, hogy meddig megyünk fel, hogy vannak a pontok. Hát azért lehet látni, hogy itt elég kemény mozgás pontokat kell, de azért azt ne felejtsétek el, hogy itt már az összes kártya megy, és nem kell kivenni egyetlen egy lapkát sem, tehát plusz 3 napotok van. Úgyhogy ez ennyi. Ugyanúgy mindig megvannak ugye ezek a, hogy hány főnél milyen blokkolások vannak, és akkor a alappálya, hát ezzel érdemes kezdeni, az ez. Ez egy jóval kellemesebb, innen indulunk, alap, az alaptábor, és akkor szépen, hát ezen már nagyon sokat mentünk mi is, board game arénán is lehet játszani online, bár ott egyébként van egy, hát van egy bug a játékban szerintem, mert sajnos nem engedi azt megcsinálni, hogy kettő játékos, tehát amikor itt van a emberetek, és képzeljétek el azt, hogy itt ugye ketten lehetnek már hárman, négyen, most más színnel képzeljétek el ezt, de ott vannak is, és valamiért, nem tudom, hogy azóta javították-e, nem tudtuk megcsinálni azt, hogy az egyik felmegy,
a másik meg lemegy, tehát hogy egy helycserét hajtsanak végre, ott valahogy sosem akart elfogadni a rendszer, hogy hogyan adjuk a kártyákat egyikre másikra, egyszerűen nem engedte meg, ami pedig egyébként egy nagyon fontos taktikai lépés, ugye, hogy már is mutatom miért, ha megtalálom, amit keresek, meg is van, ugyanis ezen a pályán nem ezek a hóüregek vannak, hanem ezen a pályán már ilyen kis sátrak, már is mutatom. Tehát így néz ki egy kis sátor. Ugye ez a rece sátra, ez meg a simának a sátra. És ezt csak egyszer lehet letenni, fel már nem lehet, de ha mondjuk valamikor az egyik ember lerakja, és mondjuk, vagy lehet, hogy a másik is lerakja, de ugye egymás sátrába be tudnak menni, mármint az azonos színű játékosok. Most képzeljétek el, hogy most, sőt, akkor legyen a két rece együtt, a két sima pedig megint együtt, mondjuk így elég nehéz lesz a cserét elképzelni, de a lényeg az, hogy amikor ugye itt vannak, mind a kettő védve van az időjárástól, viszont ő már fent volt a csúcson, lefele jön, ővel meg szeretnénk felmenni a csúcsra, hogy még több pontunk legyen. És itt viszont fontos az, hogy azért akarunk egy helycserét, hogy továbbra se engedjük meg a többieknek, hogy itt jöjjenek fel, mert amíg itt kettő-kettő ember van, addig nem tudnak itt megállni. Ugye az fontos, nem tudom, elmondtam-e, hogy ettől függetlenül, ha valakinek van arra mozgáspontja, hát most itt elég nehéz lenne itt, sőt, ide szinte lehetetlen annyi mozgáspontot összeszedni, de most ételezzük fel, hogyha itt csak egyet-egyet kéne menni, hogy 1-2-3, tehát átmenni át lehet ilyenkor, azt nem blokkolja, csak megállni nem lehet az adott helyen, tehát a blokkolás az azt jelenti, hogyha meg is áll az illető, nem fejezheti be ott a körét. És ezzel, ha csak egy cserét hajtunk végre, akkor nyilván ő már majd így fel tudunk készülni egy ilyen csúcstámadásra, ővel meg lehet, hogy azt mondjuk, hogy minden nem is akarunk lejönni, mert hogy el vagyunk akár a játék végéig, ha megfelelő aklimatizációval rendelkezünk, aztán addig sem engedjük a többieket erre, tehát itt azért lehet ezzel trükközni. Úgyhogy, na itt például azért a sátraknak nagyon fontos szerepe van. Egyébként az előző pályán, amit még mutattam a Broad Peaknél, amikor ugye a két oldalt így meg kell kerülni, tehát át kell menni egyikről a másikra, ott szintén sátrak vannak, viszont ha jól emlékszem, csak egyetlen egy sátor, viszont fel lehet szedni. Tehát felvehetjük, de csak az egyik játék, tehát egyetlen egy van, és le tudjuk rakni, megint fel tudjuk tenni. Egyébként egy sátorban megengedi a játék, hogy ketten is legyenek, tehát nyilván az azonos színű játékos, mind a két embere ott legyen. Na, úgyhogy ez az alappálya. Már is mutatom még az utolsót, az úgynevezett Loci. Ennek is van egy ilyen gyorsabb pályája, ahol ugyanúgy ki kell, hogy van, így van. Tehát, ha jól emlékszem, itt is ki kell dobnunk a akklimatizációs kártyákból, bár ha jól emlékszem, egyébként a szabály azt mondja, van egy ilyen variáns, hogy alapból mondjuk dobd ki a, nem is tudom, most hirtelen, hogy mondjam, meg kellene néznem a szabályból, mert itt a pontozásnál van, a pontozás miatt fontos, hogy hogyan dobjuk ki, tehát alapból azt mondja, hogy minden játékos három kártyát dobjon ki, a akklimatizációsból egy kettest, egy egyest, meg egy nullát, tehát ez az alap. Viszont nyilván itt valószínűleg, mivel három kártyát kidobunk, ugyanúgy egy időjárás lapkát is el kell majd dobni, mert hogy egyel kevesebben játszunk, tehát ez egy gyorsabb játék mindenképpen. És van egy olyan variánsa, ahol minden játékos titokban a játék elején eldönti, hogy milyen kártyákat dob ki, és akár mozgáskártyát is kidobhat, ha neki ahhoz van kedve, viszont azt mondja a szabály, és egyébként ez tök érdekes itt, hogy nyilván amikor elkezdődik a játék, akkor mindenki megmutatja, hogy mit dobott el, viszont azt mondja, hogy a játék végén ilyenkor azt mondja, hogy minden két akklimatizációs pont egy győzelmi pontot ér. Tehát magyarán, hogyha valaki kidob egy 3-ast, egy 2-est, meg egy 1-est, akkor az már plusz 3 pont a játék végén.
Hát azért, hogy láthatjátok, itt is szükség lesz rá. Tehát mondjuk egyébként azt nézem, hogy azért ez nem olyan vészes. Az előző talán picit vészesebb volt. Hát meg kell nézni, meg kell nézni. Nyilván ez, még ezzel sem nagyon játszottunk, ezt is érdemes lenne kipróbálni, hogy ki mit dobna el. Tehát érdekes dolgokat hoz be a játék. Mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jó, rendben, akkor inkább én eldobok egy hármast meg egy egyest, és akkor ezzel már van 2 pontom a játék végén, mert egyébként olyankor azért az számít. Úgyhogy ez lenne a Locinak ugye a gyorsabb verziója, ami most a Broad Peak-et, mi is ugye, ahogy játszottuk most a Broad Peak-nél, ugye ahogy kevesebb nap. A másik tábla, az viszont érdekesebb bizonyos szempontból. Itt ugyanis ez úgy néz ki, hogy ha megnézitek, a hegy 3 részre van bontva, tehát hát gondolom ez a közép, ez a center, ez a west, ez az east, ugye a nyugat-kelet meg a középső rész, és még ugyanúgy megvannak a magasságok, és már is mutatom nektek, hogy ezekhez hogyan jönnek majd az időjárás lapkák, mert ehhez viszont speciális időjárás lapka van. Mindjárt megkeresem. Itt is van. Már egyébként, ha jól tudom, lehet használni azt hiszem a simát is. Bár nem, ehhez a simát nem lehet. Hanem ezeket a speciálisokat engedi meg a játék használni a sima játéknál. Csak akkor azt mondja, hogy használjuk mindig a centrát, mint időjárást, mármint mint sávot. És ha megnézitek, ez úgy néz ki, hogy látjátok, hogy ott külön van írva, hogy ugye melyik oldal, tehát hogy west, a central, vagy az east, ott is, és akkor ott mutatja, hogy milyen hatások vannak, és még figyelembe kell venni a magasságot is, tehát itt ténylegesen ez a lapka ilyenkor megmondja, hogy mondjuk, mit tudom én, ezen a napon a West és a Central 7000-től felfele. És akkor ezt a részt itt kijelöli. Pontosabban, igen, ezt a részt itt jelöli. Tehát minden egyes lapkánál van ilyen speciális. Ami miatt még érdekes ez a játék, az szerintem pont ott volt ezen a lapkán, hogy itt van lavina, van egy szabály, amikor ilyen lavina lehet, viszont ugye a lavina az tehát nem mindig ugyanott jön, hanem van, amikor itt fog jönni, van, amikor itt fog jönni, van, amikor itt fog jönni egy lavina. Arra megvan a szava egyébként, hogy az mit okoz. Azt hiszem, így lejjebb kerülnek a játékosok, meg egy aklimatizációt buknak, tehát azért elég komoly következménye van. Viszont bejön a játékba, hát itt már lehet látni, hogy különböző színűek itt a kötelek, amikkel össze vannak kötve, ugye itt ezek a kis helyek, ahol így tudunk menni, ahogy tudjuk mászni ugye a hegyet. És fontos, hogy minden játékosnak van ilyen kis karabiner tokenje, és a karabiner tokent, megvan a szabálya, hogy hogyan lehet kijátszani, meg hogy még 2 mező között lehet. Tehát képesek vagyunk, mert ugye ezek útvonalat jelölnek itt a csúcsra. Tehát minden egyes különböző színű kötél az egy ilyen útvonalat jelöl, és megvan szabva a szabály, hogy hogyan lehet 2 mező között karabinert kifeszíteni, és azt hiszem, hogy a másik játékos is tudja a mi karabinerünket használni, tehát át tudunk onnantól kezdve menni az útvonalak között, ha szabályszerűen rakjuk ki a karabinereket. Tehát le kell raknunk egy kezdőt, meg egy véget, és akkor nyilván megvan szabva, hogy mennyi lehet a magasság közöttük, stb. Ezt most így nem emlékszem, át kéne néznem, de ez egy kicsit ilyen akciódúsabb. Hát nyilván egy karabinert tudunk használni, de azért azt, ha jól időzítjük, akkor ügyesen tudunk menni. Úgyhogy innen indul mindenki, dönthet bárki, hogy itt vagy itt, és akkor szépen elindulhatunk. Mindenki eldönti, hogy melyik útvonalat próbálja ugye felmenni. Ott az 10 pont, 12, 10, úgyhogy nyilván érdemes, akár itt is meg lehet próbálni egyébként, hogy innen átjönni, vagy innen, mert tehát benne van a pakliban, úgyhogy ez is egy érdekes pálya. És akkor itt ezen az oldalán jelöljük ugye a magasságokat, hogy melyik mászó meddig ment fel. De ennek a pályának ténylegesen az a nehézsége, hogy van lavina, meg oda kell figyelni már az, hogy hol akarunk mászni, és a jó időzített karabiner használat az egy nagyon fontos. Na, hát ezek lennének a
a pályák a K2-nek. Nem tudom, remélem tetszett nektek a játék. Én megmondom őszintén, meglepően kellemesen csalódtam még így a egy személyes változatában is. Az biztos, hogy ha másra nem is, arra mindenképpen jó dolog, hogy gyakorolni. Tehát, hogy ha mondjuk valaki megveszi, picit a szabályt elmagyarázni valakinek, hogy így több embernek is elsőre olyan sok mindent kell, hogy és akkor figyeld még az időjárásokat, meg akkor ilyen lapod lehet, olyan lapod lehet, akkor ez meg ez, itt a hogyan épülnek fel itt ugye a mozgás, meg egyéb, és sokan így, ja, hogy mennyi fázis van, meg akkor aklimatizáció, csak meg minden, de szerintem érdemes azt mondani, hogy játszatok le két kört, tehát két napot játszatok le, aztán utána kezdjétek előről, mert az ott a két nap alatt rögtön, tehát játszva tanuljátok meg az egészet. El kell mondani, hogy mire lehet figyelni, viszont ti otthon tudtok egyet gyakorolni, hogy azért minél gördülékenyebben menjen az a két kör, ami alatt mondjuk bemutatjátok a többieknek, mert látjátok, ugyanazt csináltuk most mi, mint amit majd több játékos módban kell, tehát minden egyes fázis, amit csináltunk, ugye én folyamatosan itt néztem magam mellett, hogy nehogy kihagyjak valamit, itt szépen leír mindent, hát nyilván itt, amikor sátrat írt, akkor én nem sátrat néztem, hanem ugye azt a kis hóüreget, tehát itt szépen mindent leír, hogy mit kellett figyelembe venni, és mindig mentünk át ezeken a kis fázisokon, és akkor nem lehet, nem tudtok nagyon tévedni. De ilyen gyakorlásnak mindenképp jó, meg egy kicsit lehet gyakorolni a kártyamenedzsmentet, ismerkedni a kártyával, tehát szerintem mindenképpen jó. Úgyhogy, na. Hát ez lett volna a K2, és azon belül is a Broad Peak-nek a végigjátszása. Remélem, hogy tetszett nektek, és akkor találkozunk a következő videóban.